Tisztelt honfitársaim, hölgyeim és uraim! Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy jelenleg hány ember él a Föld nevű bolygón. Gondolom, sok kérdésre számítottatok, de erre nem. No hát elmondom, bár nagyon gyorsan változik, 7,6 milliárd ember él jelenleg a bolygónkon. Ez a szám önmagában is soknak tűnik, de hogyha mindehhez hozzáteszem azt is, hogy 1950 óta számolják ennyire precízen a Föld lakosságát, és 1950-ben még csak 2,5 milliárd ember élt a planétán, akkor azt is látjuk, hogy ez alatt a röpke 60 év alatt meg háromszorozódott a Föld lakossága. Ahogy mondtam, ez önmagában is elég meredek folyamatnak tűnik. Hogyha azonban mindehhez hozzátesszük azt, hogy ez a növekedés, ez jelenleg is zajlik, és semmi, úgy tűnik semmi nem tudja megállítani, ha hozzátesszük azt is, hogy az ENSZ prognózisa szerint a századunk végére már 11,2 milliárd ember él majd a Földön, akkor ez még inkább rémisztő számnak tűnik. De valójában nem ez a legrémisztőbb benne, hanem az, hogy valamennyi földrész lakossága óriási mértékben növekszik, egyetlen egy kontinens van ezen a bolygón, ahol csökken, ahol fogyatkozik a lakosság száma, és az pedig Európa. Annyira ijesztő ez a helyzet, hogyha mindehhez hozzátesszük, hogy ugyanebben az időben, 1950 óta, napjainkig Afrika lakossága nem háromszorosa lett, hanem 5,5-szerese. Hogyha hozzáteszem, hogy a század végére, amikor azt mondtam, hogy 11,2 milliárd ember él majd a Földön, akkor azt is hozzá kell tennem, hogy de annak a népességnek már 40%-a afrikai lesz, 4,5 milliárdan lesznek az afrikaiak. És azt is látjuk, hogy mindez milyen folyamatokat generál. De álljunk meg egy pillanatra, hiszen ugyan az európai parlamenti választások kampánynyitó eseménye is a mai, de azért számunkra mégis a legfontosabb a mi hazánk, Magyarország és itt a Kárpát-medence. Nézzük hát, hogy mi a helyzet, hogyha Magyarországra tekintünk. Azt látjuk, hogy nem vagyunk már 15 milliós nemzet. Bár mondjuk még, bíztatjuk magunkat, mi hazánkat szerető magyarok, de a valóság az, hogy nem vagyunk már 15 millióan. Sőt, ebben a megcsonkított hazában, a megcsonkított Magyarországon sem vagyunk már 10 millióan, jelenleg 9,8 millió Magyarország lakossága. És bizony ugyanez az ENSZ prognózis mutatja azt, hogy a század végére Magyarország lakossága, hogyha ez a tendencia folytatódik, 6,4 millióra fog csökkenni. És vajon a 6,4 millióból hányan leszünk majd magyarok? De még tovább megyek. Hányan lesznek majd magyar fiatalok? És hányan lesznek majd a magyar gyermekek? A helyzet annyira súlyos, hogy az előttünk álló évtizedek ilyen gigantikus népesség növekedésének ötödét mindössze kettő ország adja a világon. Kettő. Az egyik India, a másik pedig Nigéria. India lakossága 2060-ra közel 1,7 milliárd lesz. Ez egy ország. Ami pedig Nigériát illeti, 2047-re Nigéria lakossága meghaladja nála 10-szer nagyobb területű Amerikai Egyesült Államok lakosságát, és ezzel Nigéria lesz a világ harmadik legnépesebb országa. No, mindezen
talán száraznak, de mégis sokkolónak tűnő számadatok után, akkor gondolkodjunk el azon, hogy mi vár a kontinensünkre. És a kontinensünkön belül mi vár Magyarországra. Egy biztos, rengeteg munka, rengeteg feladat, rengeteg teendő az, ami azokra a magyar hazafiakra vár, akik szeretnék Magyarországot, és Magyarországon túl a saját civilizációnkat is megmenteni. Ugyanis az a nagy helyzet, hogy ha semmilyen politikai vagy egyéb akarat nem lenne, ez az óriási, hatalmas néptömeg a déli irányból és a délkeleti irányból egyébként is megindulna Európa és azon belül a Kárpát-medence felé. Ezt számos alkalommal megtapasztalhattam, mint ahogy itt kedves barátom által készített kisfilmben is láthatták, láthattátok, én bizony ott élem az életemet a kerítés mellett, most is onnan jöttem. Nem tudom, hogy van-e Magyarországon még egy ember, aki oly sok tízezer bevándorló migránssal beszélgetett, mint én. Biztos, hogy többel tudtam beszélgetni, mint a Fidesz vezetői. És elmondhatom önöknek, elmondhatom nektek azt, hogy bizony jelentős részük jönne akkor is, hogyha nem invitálnák őket. Egyszerűen ennek civilizációs okai vannak. Bármilyen nehéz a mi sorsunk itt Európában, mindig jobb lesz, mint Nigériában, Maliban, vagy bárhol a dzsungel mélyén. De az a helyzet, hogy generálják is ezt a folyamatot. Két nagy fő iránya van annak a generációnak, amely most már egy olyan Európát szeretne, amely egészen más képet mutatna, mint amit mi megszoktunk, mint amiben mi beleszülettünk. Az egyik, amiről lényegesen kevesebb szó esik, amikor halljuk a kormány propagandát, úgyhogy én akkor most ezzel kezdem. Az egyik az a politikai kör, amelynek érdeke a kevert népességű Európa, amelynek érdeke az, hogy az európai nemzetek eltűnjenek, amelynek érdeke az, hogy az Európai Unió valójában csak egy olyan gyarmatosító birodalom legyen, ahol mindenki arctalan fogyasztó, egységesen valamiféle barna bőrszínnel, régi, nagyon-nagyon régi ideológia, nagyon régi elképzelés szól erről, már a 20. század elején is sok-sok tanulmány jelent meg ezzel kapcsolatban. Voltak, akik úgy gondolták, hogy ez kell, hogy legyen Európa jövője. Kevesebb szó esik Soros György mellett, aki valóban egy gazember, és talán George Sorosként is nevezhetjük nyugodt szívvel, mostanában nem divat, de kevesebb szó esik arról a macroni politikáról, amely most már az Európai Unió hivatalos politikája. Ugye tudjátok, talán elsőként hívtam fel erre a figyelmet itt Magyarországon a politikai életben, ugyanúgy, mint a kerítés esetében arra, hogy Macron, aki természetesen csak egy bábú, aki Rothschild bankárból lett Franciaország elnöke, sokkal gyorsabb és kevésbé veszélyes életút után, mint én a mi hazánk elnöke. Szóval ez a bankár, aki az egyik bankházból egyszer csak ott találta magát az elnöki székben, ő bejelentette, hogy Európa minden tagállamában létre kell hozniuk a saját politikai pártjaikat, saját politikai erejüket, amelyen keresztül a bankárrendszer elképzelése meg tud valósulni. Ez az amerikai típusú bankárrendszer, amiről jelenleg az Orbán kormány sokszor elfelejt beszélni. Ez az az amerikai típusú bankárrendszer, ami nem csak Sorosról szól, amely szól arról is, hogy milyen felelőssége van például Izraelnek a Közel-Kelet destabilizálásában, vagy akár Líbia destabilizálásában. De hát nem csak az amerikai típusú bankárrendszer óhajtja Európát megváltoztatni és a nemzeteket itt a kontinensünkön eltüntetni. Van egy másik hasonló veszély. Érdekes módon ez a másik hasonló veszély, ez
látványosan háborúban áll az amerikai típusú bankárrendszerrel. Időnként összecsapnak, néhányan paritjáznak a Közel-Keleten, aztán kapnak rá atomot majdnem. De az a helyzet, hogy valójában rendkívül jól egyet tudnak érteni akkor, amikor az európai nemzetállamok elpusztítása a cél, és ez a másik erő, ez az iszlám, az iszlamizáció. Az iszlámról, hogyha megnézitek bárhol a lexikonokban, vagy akár a világhálón, akár a Wikipédián, akkor mindenhol el lehet azt olvasni, hogy az iszlám az nem csupán dogmákról, vallásgyakorlásról szól, az iszlám az egy civilizáció. Ahogy megteremtették a szabad kőműves atyák az Amerikai Egyesült Államokat, és ezzel ezt az amerikai típusú bankrendszert és bankár kasztot, ugyanúgy valójában nem csak amerikai típusú civilizáció fenyegeti Amerikát, és ezen keresztül sajnos az Európai Uniót is, hanem ott van az iszlamizáció, ami már nem csak a Közel-Keletet, vagy éppen Észak-Afrikát fenyegeti, hanem az európai kontinenst is. Ha az iszlamizációról beszélünk, akkor nagyon fontos néhány félreértést eloszlatni. Itt nem arról van szó, hogy van egy békés vallás, amely próbál együttműködni a keresztény fundamentumra épült más civilizációkkal. Az iszlám és az iszlamizáció a megjelenése pillanata óta egy terjeszkedő, hódító, agresszív civilizáció. Körülbelül 600 évvel követték a kereszténység megszületését. És ezt a 600 évet ezt elképesztő sebességgel kezdték el ledolgozni. Nem tudom, hogy valaki végig gondolta-e azt, hogy amikor liberális írók, filozófusok a képünkbe vágják azt, hogy ti keresztények, ne beszéljetek, hiszen ott vannak a keresztes hadjáratok. Mit tettetek velük? Oda mentetek megtámadni a mohamedánokat. Akkor valójában itt már egy visszafoglalásról volt szó, már a keresztes hadjáratok idején is. Mohamed a szaúd-arábiai sivatagban született. Az az ő vidéke és az iszlám hazája a szaúd-arábiai sivatag. Ehhez képest a megszületése pillanatától az iszlám azonnal terjeszkedni kezdett. Kiszorította a keresztény civilizációt a Közel-Keletről, kiszorította Észak-Afrikából, nagyon picike szigetek maradtak meg, ott vannak Egyiptomban a koptok, a kopt keresztények, hiszen annak a magasrendű egyiptomi civilizációnak kopt leszármazottai vannak, nem azok az arabok, akik jelenleg Egyiptom lakosságának a többségét adják. És így haladt végig az iszlamizáció, foglalta el a mai Spanyolország területét, Olaszország déli részeit, megteremtve a szicíliai Cosa Nostra alapjait, hozva az agressziót, hozva azt a barbár civilizációt, amely nem állt meg, és amely elért minket, magyarokat is, amely elérte a mi hazánkat is. Hány évszázadon keresztül kellett harcolnunk az oszmán invázióval szemben? És mindez nem múlt el nyomtalanul. Ahogy évek óta mondom a külföldi tévéstáboknak, általában az Al Jazeera tudósítói szoktak a legjobban kiakadni, amikor elmondom, hogy a magyar kultúra nem kompatibilis az iszlámmal. Ugyanis mi disznót vágunk, meg pálinkát iszunk, és a mi asszonyaink nem hiszem, hogy elfogadnák a több nejűséget. A mi kultúránk nem fér össze az iszlám civilizációval. A disznóvágás hagyománya azért lett, pontosan azért lett az egyik legnépszerűbb magyar hagyomány, és ezt is évek óta ismétlem, hát ha minél többen megértik, mert a török invázió előtt bizony marhahús fogyasztó nép voltunk. A török hódoltság elleni magyar ellenállás példája és példaképe a disznóvágás hagyománya. Ugyanis a disznó volt az egyetlen házi állat, amit nem raboltak el ezek a drága, kedves török hódítók. Így lett
A hagyományunk része az iszlámmal szembeni ellenállás. Mi magyarok tehát mondhatjuk, hogy történelmünk és hagyományaink okán mind a két hódítással szembe kell, hogy helyezzük magunkat. Mind az amerikai típusú bankárrendszerrel és az ő hamburger civilizációjukkal, és az iszlamizációval, az iszlám civilizációval szemben is meg kell határoznunk a saját ellenállásunkat. Nagyon fontos, ha már az iszlamizációt említettem, megemlítenünk azt is, hogy tévúton jár a magyar politika évtizedek óta. A magyar politika és Magyarország vezetői, beleértve a jelenlegi kormányt is, mindig keresnek valamilyen kapaszkodót, valamilyen nagy hatalmat, amihez mi igazodhatunk. És mindig megtaláltuk azokat a nagy hatalmakat, akiknek az ölelése először kedves volt, aztán egyre szigorúbb, aztán a végén már kifejezetten folytogató. A jelenlegi kormányzat óriási hibát követel, amikor az egyik veszélyt felismerve, teszem hozzá, sokat segítettünk ásotthalomról 2 éven keresztül, hogy a kormány felismerje ezt a veszélyt, tett valamit, lépett valamit a kormány, hiszen a kerítés megépítése, és ebben a pillanatban nem az a fontos, hogy nekem kellett 1,5 évig küzdenem a kormánynál a kerítés megépítéséért, mire a kormány végül belátta, hogy szükség van rá, vagy a politikai tőkét, a lehetőséget látta a kerítésben, de működik a kerítés. Ma reggel is úgy indultam el ide Budapestre a kerítés mellől, hogy egyetlen egy darab migránst sem láttam, bár teszem hozzá, a szegedi rendőrkapitány meg is jegyezte, hogy hónapok óta, sőt talán az utolsó évben már nem igazán akadt olyan elmerodjant migráns vagy embercsempész, aki éppen ásotthalmon keresztül szeretne belépni az Európai Unióba. De hát az a helyzet, hogy miközben a magyar kormány válaszokat próbál adni, és mint látjuk már a 18-as kampány az ásotthalmi problémáról, a migrációról szólt, és azt is látjuk, hogy az európai parlamenti választások kampánya is erről fog már szólni, aközben valójában nemhogy nem ad választ, nemhogy ellenállást nem tanúsít a másik Európát fenyegető veszéllyel szemben, hanem egyenesen kiszolgáltatja az Európai Unió utolsó remény sugarául szolgáló visegrádi együttműködést Izraelnek. Annak az Izraelnek, akinek igenis van felelőssége a migráció kérdésében, ahogy azt az előbb már említettem. És hát természetesen nem csak ez a probléma az Európai Unióval, és nem csak ez a probléma a jelenlegi magyarországi politikával. Ma már a nyugat-európai nemzeti radikális, vagy időnként szélső jobboldalinak nevezett pártok sem merik azt kimondani a politikai korrektség jegyében, hogy nem csak az iszlamizáció jelent veszélyt, és nem csak azért akarjuk megállítani azokat a folyamatokat, amelyek Európát fenyegetik, mert nem akarunk turbánt viselni, vagy az európai hölgyek nem akarják támogatni a sok nejűséget. A helyzet az, hogy ma Európában senki nem meri kimondani, hogy más baj is van ezekkel a folyamatokkal. Egyrészt nem csak egyik irányból, nem csak dél-keletről fenyeget minket veszély, hanem nyugatról is. És nem csak ez a két óriási veszélyforrás van, hanem ezen kívül hatalmas veszélyforrás az is, ami az Európai Unión belül zajlik. A gyarmatosítás, ami független a migráció kérdésétől is. Aztán nem csak ez a probléma azzal a diskurzussal, amit nemzeti, vagy legalábbis magukat nemzetinek valló pártok szerte Európában hirdetnek. Tegyük hozzá, ezek a nemzeti pártok olyannyira erősödnek, hogy hamarosan az Európai Parlament komoly esély van rá, hogy egészen új arcot fog mutatni. Hozzánk hasonló erők kerülhetnek az Európai Parlamentbe, Olaszországból, Ausztriából, Franciaországból, Németországból, szerte Európa országaiból, tehát óriási változások előtt állunk.
De sajnos még ezek a hozzánk hasonló pártok sem mernek ma már igazán őszintén beszélni a valódi problémákról. Ugyanezt követi a Fidesz is, amely próbálja egykori liberális pártból felvenni a mostani nemzeti szólamokat, látva, hogy egy párt most ezzel tud egyre népszerűbbé válni. Nem merik azonban kimondani sehol Európában, még ezek a nemzeti pártok sem azt, hogy nekünk, ahogy az előbb mondtam, nem csak azzal van bajunk, hogy hamburgert akarnak zabáltatni velünk az amerikaiak, nem csak az a bajunk, hogy turbánt kellene viselni, nem ihatnánk pálinkát és nem vághatnánk a disznót, bár ezek is komoly problémák, de ezen túl mi szeretjük a saját népünket. Ha úgy tetszik, szeretjük a saját fajtánkat is. Ha úgy tetszik, szeretjük a saját civilizációnkat is. És mit jelent ez egészen konkrétan, amit senki nem mer kimondani? Hát akkor mondjuk ki mi magyarok, és ha Magyarországon parlamenti képviselettel rendelkező pártot nézünk, akkor mondjuk azt ki a mi hazánk színeiben, amit mások nem mernek Európában, hogy mi ezt az önazonosságot szeretnénk megvédeni bármi áron. És hogy mit értünk ez alatt? Napnál is világosabb, csak egy kis bátorság kell ahhoz, hogy valaki ezeket kimondja. Például azt, hogy túl azon, hogy ismerjük a békés iszlám minden vonását, én magam is ugye megtapasztalhattam 2016-ban, amikor betiltottam a burka viselést és a mecsetépítést Ásotthalmon a nagy migráció kellős közepén. 2,5 hónapon keresztül kaptam a halálos fenyegetéseket Szíriától, Ománon keresztül Marokkóig és Nyugat-Európából szintén. És ugye jó magam már igen hosszú és színes politikai pályafutás után elmondhatom, hogy szinte mindenhonnan kaptam már halálos fenyegetést, de amikor az ember megkapja a bal liberálisoktól, akkor legyint. Amikor az ember megkapja a cigányoktól, legyint. Amikor megkapja a politikától, én arra is legyintek. De azért, amikor az iszlám államtól kap valaki egy halálos üzenetet, akkor azt azért jelentettem az Alkotmányvédelmi Hivatalnak és a szegedi rendőrkapitánynak. Egy napig állt egy rendőr az ásotthalmi polgármesteri hivatal előtt, aztán hazaküldtem, mondtam, hogy inkább magam mellé vettem egy bajonettet az irodámba. Szóval az a helyzet, hogy akkor mi kimondjuk. Nekünk nincs szükségünk burkákra ahhoz, hogy csoportosan ne támadjuk meg a hölgyeket az utcán. A mi hangszerünk nem a, ezt olvasnom kell, didgeridoo és a vuvuzela, a mi hangszereink a hegedű, a kürt, a harmonika. Mi több ezer éve szekereken járunk, és több száz éve kocsin, főleg mi magyarok, a kocsról származó kocsin járunk, katedrálisokat építettünk, és nem sárkunyhókat. Az egyszerű afrikai ritmusok helyett a mi civilizációnk komoly zenét termett. Nekünk Mozart, Beethoven, Liszt Ferenc, Chopin, Csajkovszki és mások szereztek zenét. A mi népviseletünk nem a fűszoknya, hanem a cifra szűr. És mi nem embert teszünk, hanem töltött káposztát. Nem szokás pártelnököktől ilyen egyszerű, hétköznapi dolgokat kimondani. Amit egyébként mindenki tud, csak a politikai korrektség nem engedi, hogy ezt elmondjuk. Hát akkor mi ezért születtünk. A mi hazánk ezért jött létre, mert mi kimondjuk azt is, amit mások nem mernek kimondani. A mi civilizációnk ilyen, és mi ezt a civilizációt akarjuk megőrizni. A mi hazánk mozgalom új fogalmat vezet be. És ennek az európai parlamenti választási nyitánynak az egyik, talán egyetlen új eleme ez az új fogalom. Ez pedig az északi civilizáció.
Ha valakinek, nekünk magyaroknak kell elmondani azt, hogy van egy olyan civilizáció, ami a Kamcsatka félszigettől egészen Izlandig terjed. Mi vagyunk az a nép, mi magyarok, akik elmondhatjuk, hogy ennek a hatalmas, óriási területnek mind a keleti, mind a nyugati feléből ötvöztünk valamit magunkba. Mi magyarok vagyunk azok, akik nem csak Európa szívében vagyunk, itt a Kárpát-medencével, hanem ennek az északi civilizációnak is a szívében vagyunk. És ha ránézünk ennek az északi civilizációnak az óriási, hatalmas területére, ha keletre nézünk, érezhetjük magunkban az ősi sztyeppék szilajságát és dicsőségét. Ha nyugatra nézünk, magunk előtt látjuk csodálatos székesegyházainkat, ezer éves keresztény kultúránkat, a végvári vitézeket, akik egész Európát megvédték éppen attól az iszlamizációtól, ami most újra fenyegeti tulajdonképpen permanens módon Európát. És hogyha erre az északi civilizációra nézünk, akkor az is egyszerű, és a válaszokat egyszerű megadni, hogy kik lehetnek a szövetségeseink. Mi szeretnénk leszámolni azzal a magyar politikai viszonyulással, amely mindig valamilyen az északi civilizációtól, sok esetben független nagyhatalomban kereste a szövetségest, a jelenlegi politikum számára az Amerikai Egyesült Államok és Izrael a szövetséges. Vannak olyan politikai áramlatok, amelyek Kínában keresik a szövetséget, és vannak Magyarországon a még legerősebb ellenzéki párt például, amely mindig máshol keresi a szövetségest. De leginkább muszlim országoknál sikerült ezeket a szövetségeseket megtalálni és fölmutatni. Mi viszont ezzel szemben egészen más alapokra helyezkedünk. Mi azt mondjuk, hogy itt az ideje végre felismerni, hogy az európai népek az egész világot el tudták foglalni, az egész világ a mai napig igyekszik ennek az északi civilizációnak minden vívmányát, kulturális örökségét, vagy akár csak a viseletünket is utánozni. Mert hogy nem mi járunk ugye fűszoknyában, és nem a mi politikusaink viselnek turbánt mondjuk a parlamentben, hanem az afrikai politikusok húztak öltönyt. Az a helyzet, hogy ez az északi civilizáció bőven elégséges ahhoz, hogy bárkitől megvédjük magunkat. Ezt az északi civilizációt kell, ha szükséges, a Kamcsatka félszigettől egészen Izlandig fallal körülvenni, úgy, mint ahogy azt Ásotthalmon tettük. Ezt az északi civilizációt kell szó szerint értendő kerítésekkel és politikai, vagy ha úgy tetszik, szellemi és kulturális értelemben is falakkal körülvenni. Mert hogy még mielőtt elkezdik írni az Index újságírói, vagy a HVG tollforgatói, hogy Toroczkai megint hozta formáját, rasszista húrokat pengetett, hagyd tegyem hozzá, hogy van egy benszülött törzs, amelyet rendkívüli módon tisztelek. Csupa negroid ember, nincsenek sokan. Hogy mennyien vannak, tulajdonképpen nem is tudja senki. Lehet, hogy 20-an, lehet, hogy 500-an. Ők az Észak-Sentinel-szigeteki őslakosok. Ők azon a picinke szigeten élnek, ami pontosan fele akkora, mint Ásotthalom területe. Hozzá kell tennem, Ásotthalom óriási területű, ugye? Kétszer akkora, mint a San Marinói köztársaság. A maga 122 négyzetkilométernél területével, mondtam is korábban, ha nem győzünk, kedves mi hazánkosok, akkor ott kikiáltjuk a függetlenséget, és mindannyian oda költöztök. De térjünk vissza Észak-Sentinel szigetére.
Mindössze tehát 60 négyzetkilométernyi területről beszélünk. Az itt élő picinke törzs, ahogy mondtam, negroid, ében fekete. Annyit tudunk csak róluk, amennyit néhány mindenre elszánt vagy teljesen őrült misszionárius felvételéből láthatunk, általában ugye utána meghaltak ezek a látogatók. Annyit tudhatunk tehát csak erről a picinke szigetről, hogy 60 ezer éve érintetlen ez a picinke sziget. 60 ezer éve nem fenyegeti semmilyen más hódító civilizációs behatás ezt a picinke törzset. Ennek megfelelően, amikor egy-egy benszülöttet próbáltak hajón elrabolni és elvinni, akkor az indiai partokig sem ért oda a hajó, általában meghalt a benszülött, ugyanis mindenféle általunk ismert betegséggel, gondolok most éppen az influenza járványra, ami kitört Magyarországon, teljesen védtelen az ő immunrendszerük. 60 ezer éve senki nem tudott betörni erre a picinke szigetre. Olyan a kultúrájuk, amilyen. Nekik fűszoknyájuk sincsen. De én tisztelem ezt a picinke törzset. Mert ez a picinke törzs úgy tudta megőrizni az érinthetetlenségét, úgy tudta vigyázni a picinke szülőföldjét, hogy 60 ezer éve minden oda tévedő vándort nyilzáporral fogad, úgy tudta megőrizni, hogy világossá tette, bár nincs az a nyelv, amin lehet velük kommunikálni, hogy hagyja őket békén az egész világ. És lásd csodát, a világ ezt elfogadta. Hivatalosan Indiához tartozik a picinke Észak-Szentinel sziget, de kit érdekel, ha senki nem megy oda? Azt sem tudják, hányan élnek ma ott. Még a cunamit is túlélték. Úgy tudták megőrizni a saját picinke civilizációjukat, hogy azt mondták, hogy ők is fallal veszik körül magukat. Ez láthatatlan fal, vagy inkább nyilvesszőkben megnyilvánuló fal, de védik magukat. És én tisztelem ezt a picinke civilizációt. A jóisten rendet teremtett ezen a földön és a világban. Ezt minden nap, még az ateista tudós emberek is, na jó, a DK elnökségi tagját, Vágó Istvánt kivéve, mindenki elismeri, hogy a világban van egyensúly, van rend, és hogyha organikus társadalmak működnének mindenhol a világon, akkor lenne társadalmi rend is. Csak hogy jelenleg azok, akik a világot irányítják, és sajnos a magyar kormány semmit nem mond, vagy semmilyen választ nem ad ezekre a kihívásokra sem, azok nem akarnak organikus rendet. Franciaország utcáin hónapok óta ezért folyik a francia, egyébként fehér őslakosok vére. Mert a Macron-féle, Rothschild bankház-féle rendszer nem organikus társadalmat akar. Nem akarja, hogy a dolgozó ember megkapja azt, ami őt megilleti. Nem akar tisztességes béreket, nem csak Magyarországon, sehol a világon. Mert nem ez a természete. Ennek a rendszernek, ennek az amerikai típusú bankrendszernek a lényege a rablás és a kizsákmányolás. Ahol organikus rend van, ott megbecsülik a dolgozó munkásembert, ott megbecsülik az értelmiségit, ott van értelme a mezőgazdasággal foglalkozni, és ott minden társadalmi csoport a helyére kerül. Ott nincsenek társadalmi feszültségek. Ezen a pici Észak-Szentinel nevű szigeten, ha vannak is társadalmi feszültségek, azt a saját civilizációjuk rendje szerint rendezik. Tehát én tisztelem ezt a negroid törzset, mondom az Index újságíróinak. Én tisztelek minden kultúrát, tisztelek minden népet,
és tisztelek minden civilizációt a maga helyén. De a Kárpát-medence és Európa az a miénk. Ez a mi hazánk. Itt az ideje annak, hogy beszéljek akkor a megoldásokról is. Itt az ideje annak, hogy felvázoljam, hogy mi is a politikai helyzet ma Magyarországon, bár a diagnózist nyilván mindannyian ismeritek, ezért vagytok itt. Először is ma már két nagy politikai tömb van Magyarországon. Bízom benne, hogy ezt most már mindenki látja, bár egy ideig próbálták tagadni. Két nagy tömb van ma Magyarországon. Az egyik a Fidesz tömbje. Jó nagyra dúzzadt, majdnem azt mondtam, hogy dagadt. És azt is látjuk, hogy ez a Fidesz rendszer, ez nem tűr ellentmondást. Uram, bátyám, sógor komaságra épült, és azt a bizonyos társadalmi rendszert, amiről ilyen sokat beszéltem, ami organikus társadalmi rendszer, azt még véletlenül sem teremtette meg a Fidesz. Ha megteremtette volna, akkor jelenleg nem sztrájkolnának az Audi gyárban a dolgozók, és teszem hozzá, Mi Hazánk mozgalom elsőként biztosította támogatásáról a dolgozókat. Akkor a Mi Hazánk aktivistáinak nem kellett volna a Tesco központja elé menni demonstrálni decemberben, nem kellett volna segítenünk egy hozzánk forduló országos szakszervezetet, a Gumiipari Szakszervezetek Szövetségét abban, hogy 13 ezer magyar embert, dolgozó magyar embert képviselve azt kérje tőlünk, hogy az ország 8 helyszínén, 8 gyáregység, a Continental, a Michelin, a Hankook, csupa ős magyar cég, ugye, gyárainál az aktivistáink tüntessenek. Ha megteremtette volna a Fidesz azt a társadalmi rendet, amit a Mi Hazánk szeretne, akkor ma fantasztikusan jól működne a mezőgazdaságunk. Ehelyett mit látunk? Jó magam Magyarország egyik legnagyobb tanyás településének polgármestereként, nyugodt szívvel mondhatom, igen sok tapasztalatot gyűjtöttem, nem csak a migráció, hanem a mezőgazdaság terén is. Hát ma mindent elmondhatunk a magyar mezőgazdaságról, csak azt nem, hogy jól működik. Az ellopott rendszerváltoztatás óta az összes közép-kelet-európai, korábban a szocialista tömbhöz, aztán az unióhoz csatlakozott állam elhagyott minket a mezőgazdaság fejlődése tekintetében. Egészen elképesztő számok vannak, amelyekről a Mi Hazánk tájékoztatást adott nemrégiben, hiszen láthatjuk azt, hogy még Magyarországon 22%-os növekedésről beszélünk, van olyan balti állam a Baltikumban, ahol 80%-os volt például mezőgazdaságot illetően ez a növekedés. És tegyük hozzá mindehez, hogy Magyarország mindig is agrárország volt. Mi voltunk mindig az éléskamra. Ha a Habsburg birodalom tekintetében néztük, mi voltunk az éléskamra. Ha Trianon után azt néztük, hogy a megszülető szerb-horvát-szlovén királyság, vagy Jugoszlávia éléskamrája mi volt, vagy Szerbia éléskamrája mai napig mi, akkor látjuk, hogy az is a mi délvidékünk. És ez az éléskamra ma nincs többé. Látjuk azt is, hogy mi a külpolitikája a Fidesz nevű hatalmas tömbnek. Az ő külpolitikája az, amiről az előbb beszéltem. Az Európai Unió egyik utolsó reménységét jelentő visegrádi együttműködést most éppen napjainkban Izraelbe viszi Orbán Viktor. Majd egyszer valaki mondja el nekem, hogy Izrael mióta európai, mióta közép-kelet-európai állam. De természetesen az Index újságíróinak teszem hozzá, ugyanúgy protestálnék, hogyha a visegrádi négyek találkozóját és központját Teheránba szeretné vinni bármelyik kormány. Ugyanúgy protestálnék, hogyha Casablancába szeretné vinni valamelyik kormány.
Kairóba, Sánkhájba, vagy éppen Washingtonba. Ugyanis a visegrádi négyek epicentruma Visegrádon van. A visegrádi négyek találkozóinak helyszíne elsősorban Budapest, Varsó, Pozsony, vagy valamilyen másik, később hozzánk csatlakozó államfővárosa lehet. Tehát nem tudunk egyetérteni azzal a külpolitikával, amely nem számol a másik nagy veszedelemmel, amely nyugatról jön, kulturális értelemben, politikai értelemben, gazdasági értelemben. Ha már ezt a nagy tömböt említettem, akkor hagyj említsem meg a másik nagy tömböt, amely éppen a szemünk előtt formálódik gyönyörű, szivárvány színű koalícióvá. Ez az Egyesült Balliberális Tömb. Az Egyesült Balliberális Tömbből három politikai erőt emelek ki, mert ennek a háromnak van jelentősége. Mindenféle ilyen háromfős elnökségből és egyben tagságból álló törpe pártokról, vagy Ungár Péter magánvagyonából finanszírozott műpártról nem szeretnék beszélni. Ez a három politikai formáció, amelyet az Egyesült Balliberális Tömbből érdemes kiemelni, egyszer az MSZP-DK, hát ők mindig együtt mozogtak. Őket azért érdemes kiemelni, mert vannak még sokan, akik abban hisznek, hogy visszajöhet még a Kádár rendszer, lesz még néhány forintért fagylalt és kenyér, és kőbányai világos. És vannak, akik még elhiszik, hogy ezt az egykori szocialista álmot, ezt az MSZP és a DK testesíti meg. Nekik üzenem e helyről, hogy nincs nagyobb bankár Magyarországon, és a bankár világot megtestesítő ember, mint éppen Gyurcsány Ferenc, aki ennek az MSZP-DK világnak mai napig a legerősebb vezető egyénisége. Aztán ott van mellettük a másik nagyon fontos megemlítendő párt, és ez pedig a Momentum. Éppen a napokban posztoltam megint arról, hogy megjelent Franciaországban egy interjú a közelmúltban. Francia nyelven volt, ezért azt gondolták, majd ide nem jut el, de szerencsére vannak francia hazafi barátaim, akik elküldték nekem. Ugyanis ebben az interjúban világosan és egyértelműen mondja el a Momentum alelnöke, Hajnal úr, hogy havonta találkoznak Macronnal és a többi Rothschild-féle bankárral Párizsban, és havonta ők megkapják az ukázt. Amiért érdemes beszélni a Momentumról, az nyilván nem a tagsága és nem a vezetői, Szarvas Koppány Bendegúz nevével ellentétben azért nem ilyen jó srác. Éppen válaszolt is a posztomra, mondtam is, hogy na hát, nagyon a létükre, nagyon gyenge pontjukra mutathattam rá, hogyha személyesen a DK-ból Gyurcsány jobbkeze, ugye a DK ifjúsági vezetője volt ez a szegény fiatalember, most a Momentumhoz igazolt át a DK-ból, személyesen reagál az interneten, ugyanis az a nagy helyzet, hogy ha végignézzünk az elnökein, az elnökség tagjain havonta változnak, ugye ha itt van valaki ebben a teremben, aki föl tudja nekem sorolni a Momentum elnökségi tagjainak nevét, akkor az tényleg valamilyen díjat fog tőlünk kapni. De az a helyzet, hogyha végignézünk ezen az életképtelen társaságon, ahogy én szoktam őket jellemezni, ugye belpesti társaságról van szó, de hogyha kitennénk őket nálunk a tanyavilágba, akkor egy napig nem maradnának életben. Éhen halnának, megfagynának, szomjan halnának, vagy egy tényleg őrült migráns, akinek elromlott a GPS-e és ezért ásotthalomra tévedt, az folytaná meg őket. De mi megvédenénk őket humánumból, ember szeretetből ott ásotthalmon. Viszont rájuk nem érdemes, vagy nem lenne érdemes szót vesztegetni egy ilyen ünnepi pillanat alkalmával. Azokra viszont kell, akik mögöttük állnak. Hiszen ha csak önmagában a francia elnök állna mögöttük, akkor már azt mondanám, hogy érdemes, hiszen egy világhatalomról beszélünk, érdemes beszélni róluk. Majd találnak megfelelő elnököt, majd kiképzik, majd elküldik mindenféle ilyen edzőtermekbe Fekete Győr Andrást. Ugye most
megteremteni a balliberális Torockai Lászlót azzal, hogy petíciót vitt a tévészékházhoz. Láthattuk decemberben, hogy sikerült az akrobata mutatványuk. Hát nem úgy, mint nekünk 2006-ban. A különbség az, hogy minket nem a Rothschild bankház finanszírozott és szabták meg a teendőket, a színészi utunkat, hanem minden spontán volt, és a magyar nép állt mögöttünk. Ezért alakult egészen mások 2006-ban. De gigantikus erő, amely a Momentum mögött áll. Számolnunk kell velük. Évekkel ezelőtt jeleztem előre, hogy lesz ilyen párt. Amikor megszületett a Momentum, elsőként jeleztem, hogy nagy baj lesz. És 2022-ben már most elmondom nektek, kedves honfitársaim, hogy az egyik legnagyobb ellensége lesz a nemzeti erőknek. Mert mindig van pénz, mindig lesz erő mögöttük, majd mindig lecserélik a vezetőit, majd fölépítenek valamilyen színi tanodában egy új elnökséget. Aztán itt van a harmadik balliberális párt, amelyről még érdemes szót ejtenem. Egyszerűen annál az oknál fogva, hogy elképesztően nagy veszély rejlik benne. És ez a harmadik balliberális párt, ez egy dolog miatt kell, hogy említésre méltassam őket. Ez nem a külföldi bankházak, ez nem a kádári nosztalgia, hanem azért, mert sok szavazót tudtak félrevezetni. És ez pedig a Jobbik. A Jobbik, amely olyan árulást hajtott végre a magyar történelemben, amely példátlan. Nem találunk ilyet a magyar történelemben. Kun Béla, Horthy Miklós kormányzó koalíciós partnere. Ezt így el tudjátok képzelni? Adolf Hitler a Yad Vashem múzeum igazgatójává válik. Josip Stalin béke Nobel-díjat ad át. Ugye kemény dolgok, amiket mondok. A Jobbik átalakulása, miközben pillangóból hernyóvá változott, pontosan erről szól. Pontosan ekkora árulás történt a Jobbik a magyar történelemben, a pártok hegedűs hadnagyává válik. És nem az az igazi nagy veszély, hogy rengeteg embert félrevezetett. Nem is az az igazi nagy probléma, hogy elképesztő sok magyar embernek a munkáját, a hitét, az életét, sok embernek az egzisztenciája, a magánélete, és nagyon sok minden ráment arra, hogy a Jobbik parlamenti pártá válhasson 2010-ben. Voltak, akik még a börtönt is megjárták, mert ezért majd legfeljebb mi elszámolunk, ami a Mi Hazánkat illeti törleszt is elég rendesen. Nem ez az igazi nagy probléma. Az igazi nagy probléma az, hogy azok az erők, amelyek az egyesült balliberális tömb mögött állnak, ezek a külföldi pénzügyi körök, ezek valójában felismerték azt a számukra tragikus valóságot, számunkra reményt keltő valóságot, hogy a magyar társadalom és a magyar emberek zöme nem vevő a momentumos, életképtelen gyerekekre. A magyar társadalom, a magyar emberek zöme pártpolitikától függetlenül nem akar szivárványos zászlókkal, Pride felvonulásokon részt venni. A magyar emberek zöme tisztességes életet szeretne, becsületes munkát, mindez persze tisztességes bérért, többért, kevesebb túlórát, családot szeretne, minden felmérés szerint a magyar fiatalok több gyermeket szeretnének, mint amennyit aztán sajnos vállalni tudnak, és többet, mint mások Európában. A magyar emberek tradicionális, hagyományos, normális életet szeretnének.
ebbe az életfelfogásba a momentum devianciái nem férnek bele. És itt jön a fogós kérdés. Amikor majd a Fidesz tömb bukik, hogyan tudják győzelemre segíteni ismét a balliberális tömböt? Ha a magyar emberek már nem látnak épkézláb vezetőt az MSZP-ben, ha a magyar társadalomban ma már evidenciának számít, hogy Gyurcsány Ferenc nem normális, és hogyha a magyar társadalom nem vevő a Momentum gendersemleges óvodáira, hogyan fognak oda menni magyar emberek tisztességes, becsületes, a normalitást szerető, egészséges gondolkodású magyar emberek tömegei, több százezer magyar szavazó, hogyan fog oda menni a balliberális tömbhöz így? Hát a jobbik lesz az a híd, ahogy tudjuk, Vona Gábortól, amely oda vezeti ezt a több százezer magyar szavazót 2022-ben, hogy újra az egyesült balliberális tömb kormányt alakíthasson. Az egyesült balliberális tömb kormányait szintén nem kell bemutatnom, hiszen mindannyian ismerik, ismeritek. 2006 és 10 között megtapasztalhattuk a demokráciához való hozzáállásukat is, arról sem kell beszélnem. Arról már annál inkább, hogy mi is ennek a balliberális tömbnek a külpolitikája, ha az előbb említett Fidesz féle külpolitika rossz és nem menti meg Magyarországot, akkor vajon az egyébként a társadalmi rendet illetően ugyanolyan a Fidesszel, ugyanolyan gazdaságpolitikát követő balliberális tömb esetében mi a különbség? Hát külpolitikai téren van némi különbség, hiszen ők nyíltan a brüsszeli totális degenerált politika hívei, és az amerikai politika rosszabb felét, az amerikai politika olyan oldalát és olyan szegmensét képviselik, amely még Trumpot is kőkeményen támadja. Hát ezek után, kedves magyar honfitársaim, ti ugyan kit választanátok 2022-ben? Cseberből, vödörbe, ahogy mi Szögedön mondjuk? Vagy újra összekapjuk magunkat, mint már oly sokszor az elmúlt évek, évtizedek alatt, és már megint, majdnem a nulláról kezdve felépítünk egy új politikai erőt. Egyszer már sikerült, sikerülni fog most is. Jogosan kérdezhetitek, és kérdezik nagyon sokan a világhálón és szerte az országban, akár az utcán is, amikor oda jönnek hozzám, hogy de hát a mi hazánk kivel akar összefogni? A Fidesszel, vagy a balliberális tömbbel? Egyikkel sem. Mi hazaárulókkal nem alkuszunk. Ami a mi összefogásunkat illeti, arról az előbb már beszéltem. Hogyan foghatna össze Kumbéla Horthy Miklóssal? Hogyan foghatna össze a zsidóság Adolf Hitlerrel? Hogyan adhatná át Sztálin a béke Nobel-díjat? A farkas soha nem foghat össze a báránnyal, és a bárány soha nem foghat össze a farkassal. A válaszom nagyon egyszerű. Csak kell hozzá egy kis hit, egy kis kitartás, rengeteg munka, fegyelmezettség, és az, hogy egy igazi bajtársi közösséggé tudjunk válni. Mert hogy én a magyar emberekkel akarok összefogni. Mert Magyarország a magyaroké, Európa pedig az európaiaké. Kedves bajtársaim, számomra ti nem számok vagytok.
Nagyjából tudom, hogy mennyien férünk be ebbe a terembe, mert hogy megkérdeztem Novák előttől a rendezvény előtt. Nagyjából lehetünk 500-an most itt ma, de nem ez a fontos, hogy hányan vagytok. Az a fontos, hogy az influenza járvány ellenére, a hótorlaszok, a jég ellenére úgy, hogy nem indítottunk országszerte fizetett ingyen számotokra ingyen buszokat, úgyhogy nem ígértünk nektek semmit, nem ígértünk javakat, nem ígértem nektek pozíciót, nem ígértem, hogyha ide eljöttök, ha mellém álltok, mellém ültök, ha jöttök azon az úton velem, mellettem, mögöttem, akkor majd ezt meg azt fogtok kapni. Nem osztottam pálinkát, hogy gyertek. Nem volt forralt bor a bejáratnál, hogy lelkesebben tapsoljatok. Ti mindannyian azért jöttetek el, mert a legelszántabbak vagytok, a legcsodálatosabb magyar emberek vagytok, akik ennyi árulás után, ilyen elképesztő politikai közöny, apátia ellenére még mindig hisztek abban, hogy van értelme újra elkezdeni, vagy talán folytatni a harcunkat. Én ezt köszönöm nektek! És mint egy igazi bajtársi közösség, egy olyan bajtársi közösség, amely fegyelmezett, amely tudja, hogy olyan elképesztő erőkkel állunk szemben, hogy a győzelmünk az kizárólag akkor tud megvalósulni, hogyha úgy működünk, mint egy hadsereg, de amely bajtársi közösség úgy működik, hogy tudjuk, hogy mindig számíthatunk egymásra. Bármilyen bajba is kerül közülünk bárki, nekünk ott a helyünk mellette. Legyen az egzisztenciális probléma, legyen az fizikai fenyegetettség akár egy borsodi cigányfertőzött faluban, legyen betegség, legyen depresszió, bármi, ami sajnos igencsak jellemző a mai magyar társadalomra, nekünk egymást támogatnunk kell, nekünk egymást segítenünk kell, mert ha valaki, hát én 20 ilyen esztendő után, amit most 5 percbe valaki belesűrített, higgyétek el, tudom értékelni azt, hogy ma ezt a termet színültig megtöltöttük. Nem csak én számíthatok rátok, hanem ti is számíthattok rám. Szeretném, hogyha örökre véget érne az az időszak, amikor pártok és pártelnökök felhasználják az aktivistákat, és amikor már nincs rájuk szükség, amikor már azt hiszik a pártelnökök, vagy hát sokan közülük, nem csak azt hiszik, hanem valóban révbe értek azzal, hogy mondjuk parlamenti képviselővé váltak, akkor egyszerűen elfeledkeznek azokról a bajtársakról, akikkel végigmentek ezen az úton. Így történhetett meg az, hogy éppen tegnapi hír, az utolsó jogfosztott, meghurcolt, 2009-ben rendőrök által elhurcolt gárdisták is kártérítést kaptak, de nem a belőlük jól meggazdagodó, körülbelül 10 milliárd forintra szert tévő Jobbiktól kapták meg ezt a segítséget, hanem Gaudi Nagy Tamástól és a nemzeti jogvédőktől, akik saját erejükből védik a hazafiakat. Nagyon-nagyon régóta. De ha már Gaudi Nagy Tamás is itt ül közöttünk, akkor a mellette ülő budaházi Gyuri bajtársamra, barátomra nézek, és eszembe jut az, hogyan hagyták őt cserben, hogyan tagadta meg őt a Jobbik, hogyan nem rendezték az életét. 2010 óta, 9 év telt el az úgynevezett jobboldali vagy nemzeti kormányzás alatt, és
nemhogy elszámoltatás nem történt Magyarországon, Gyurcsány Ferenctől újra tartanunk kell, hiszen az Egyesült Balliberális Tömb egyetlen karakán és karizmatikus vezető egyénisége, tehát nagy valószínűséggel az MSZP, DK, LMP, Jobbik, Momentum kormány miniszterelnökéről beszélek. Nem csak, hogy őt nem számoltatták el, miniszterelnök lehet belőle, eközben Budaházi Gyuri immáron megszámlálhatatlanul hosszú ideje, vagy másfél évtizede nem tud normális életet élni. Hol börtönben, hol házi őrizetben, hol béklyókkal kell élnie, három kisgyermeke közben lassan felnőtté válik. Mi nem így szeretnénk politizálni. A Mi Hazánk mozgalom végcélja nem a parlament. Nem az, hogy parlamenti képviselők legyünk. Nem az, hogy polgármesterek legyünk. Nem az, hogy az Európai Parlamentben képviselők legyünk. A mi végcélunk az, hogy megvédjük, megmentsük és újjáépítsük Magyarországot és egész Európát, az északi civilizációt. És akkor, amivel még adós vagyok, mit kínál a Mi Hazánk mozgalom? Ha szétnéztek most a politikai palettán, akkor azt látjátok, hogy általában még program sincs. A Fidesz már az időt sem pazarolja arra, programot alkosson. Pedig hát nekik komoly apparátusuk és rengeteg pénzük lenne arra, hogy szakembereket fogadjanak. Én a Jobbik alelnökeként azt ígértem a Jobbik tagságának, hogy ha én elnök leszek, hál' Istennek nem a Jobbik elnöke lettem, hanem a Mi Hazánkért, ez sokkal jobb, akkor ha lesz pénzünk, akkor sem fogunk külsős marketing szakemberekkel, tanácsadókkal politikai programot írni. Nem fogják szakemberek megmondani nekem, hogy hogy beszéljek, mit mondjak, hogy jöjjek fel a színpadra, és hogyan nézzek rátok, hanem mi magunk, a mi saját bajtársi közösségünk fog programot alkotni, mert százszor jobban tudjuk, hogy mi kell Magyarországnak, mint bármelyik korábban multinacionális cégnél dolgozó marketing menedzser. Mert van közöttünk munkásember ebben a teremben is, aki gyárban dolgozik, és tudja, hogy milyen a helyzete a magyar munkásembernek. Van itt ebben a teremben olyan, aki gazdálkodik, majd ő megmondja, mi kell a magyar gazdáknak, mire van szüksége a magyar mezőgazdaságnak. Van közöttünk polgármester is, nem csak én, jó pár polgármestert látok itt közöttünk, az elnökségben is többen vagyunk. Mi tudjuk, hogyan működhetne jobban az önkormányzatiság Magyarországon. Majd mi programot írunk. Büszkén és boldogan mutathatom föl nektek, hogy megszületett a programunk az európai parlamenti választásokra, és kizárólag mi, akik most is itt ülünk ebben a teremben, fogalmaztuk meg ezt a programot. Lehet, hogy modern marketing, vagy 21. századi divat szerint lehet ennél jobbat alkotni, bár nem hiszem, hiszen jó grafikusaink vannak a Mi Hazánk mozgalomban, de nincs ennél a magyar valósághoz közelebb álló program. Mit kínál tehát a Mi Hazánk? Külpolitikai értelemben nem kérünk se Izraelből, se Iránból, se Marokkóból, se az Amerikai Egyesült Államokból, se Kínából az európai nemzeteknek kell végre összefogni, azoknak, akik az északi civilizációt képviselik, és hogyha ezek a nemzetek összefognak, akkor senki az ég világon nem tud nekünk ártani. És hogyha össze tudunk fogni, akkor az északi civilizációt fizikai értelemben, és ami ennél még sokkal fontosabb, szellemi és kulturális értelemben is fallal tudjuk körülvenni. És meg tudjuk magunkat attól az inváziótól védeni,
ami egyébként ránk vár. Ez a mi külpolitikánk. A mi külpolitikánk azt is mondja, hogy mi ennek az északi civilizációnak a szívében felismerjük és látjuk, hogy közép-kelet-európai állam vagyunk. Közép-kelet-európai államként pedig, ami első számú szövetségeseink, azok, akiknek egy része már a visegrádi együttműködésben összefogott, a lengyel-magyar összefogásra épülő közép-európai tengely, amelyet nem csökkenteni, amelynek hatásköreit nem szűkíteni kell, hanem amelyet bővíteni kell, akár a balti államokkal, akár Horvátországgal. Ezt kell elsősorban megerősíteni, mert hogy mi pont itt vagyunk a közepén ennek az északi civilizációnak. És ha már ránézünk erre az északi civilizációra, akkor azt is látjuk, hogy egy elképesztően erős keleti-nyugati törésvonal húzódik rajta. A legrémisztőbb hidegháborús éveknél is véresebb konfliktussá fajult ez a kelet-nyugati, mesterségesen és Európán kívüli nagyhatalmak által gerjesztett és szorgalmazott konfliktusa. Ukrajnában folyik a vér, ami különösen szomorú számunkra, hogy magyarok vére is folyik. Már megint egy olyan háborúban, amihez semmi közünk, amely nemhogy magyar érdekeket nem szolgál, de még európai érdekeket sem szolgál. A magyar gazdaságnak csak hátránya származik ebből az unión kívüli kelet-nyugati megosztottságból. Azok a piacok, amelyek éppen kezdtek éledezni, a valódi keleti és nem délkeleti piacok, akár az orosz piac, az kiesett emiatt, a megosztottság miatt. De nem csak ezt a megosztottságot szeretné a mi hazánk majd az Európai Parlamentben felszámolni, nem csak ezt merjük egyedüliként megint csak kimondani, hanem azt is, hogy az Európai Unión belül is létezik egy ugyanilyen kelet-nyugati megosztottság, egy törésvonal. Ennek nagyon egyszerű okai vannak. Brüsszel és az Európai Unió gyarmatosító birodalomként működik. Az első pillanattól kezdve, amikor a hazaáruló magyar kormányok és politikusok úgy kényszerítették, úgy vitték bele a magyarokat és Magyarországot az Európai Unióba, hogy azt sem tudtuk, hogy mi vár ránk, bár voltunk néhányan, akik tudtuk, nem véletlenül ragaszgattunk nem az unióra plakátokat annak idején, fiatalokként, de hát alaposan félretájékoztattak minket, ezt ma már tudjuk, hiszen nem vagyunk túl sokan, akiknek lett volna arra lehetőségünk, mondjuk, hogy Bécsben cukrászdát nyithassunk. Azt viszont megtapasztaltuk, hogy az uniós csatlakozásunk csak felgyorsította azt a folyamatot, amelyet már a 90-es években rabló privatizációnak neveztünk. A nemzetgazdaság ellopásának, eltüntetésének a záró fejezete lett az Európai Unió. Mi semmi másra nem kellünk Brüsszelnek, csak összeszerelő üzemként, rabszolgákat termelő országként, akiknek a fiai mehetnek 100 000 számban a Nyugat-Európába dolgozni. Mert olcsó munkaerőként kellenek a magyarok, a lengyelek, vagy akár a horvátok. A gyarmatosítás nem pusztán a hazaáruló kormányaink bűne, bár igen sokat tettek érte. A gyarmatosítás már az unión belül is működik, független attól, hogy milyen kormány van Magyarországon. Nem csak a magyarok vándorolnak ki. A balliberális tömb arról beszél, hogy a magyarok kivándorolnak és elmennek Nyugat-Európába. Az a helyzet, hogy én meg Horvátországban jártam néhány héttel ezelőtt horvát testvérpártunk meghívására. Zágrábban mesélték el nekünk a horvát testvérpártunk elnöke, Fránó Csirkó. Csak Németországban élő horvátoknak a horvát állam 400 000 útlevelet állított ki az utóbbi időben. Ez Horvátország lakosságának közel 10%-a, nincs 5 millió lakója Horvátországnak. És ez csak Németország. Horvátországban komplett vidékek néptelenednek el, sajnos megint csak számunkra tragikus vonatkozása van, hiszen éppen Horvátország keleti
részei, Szlavónia, és különösképpen a magyarok által is lakott Eszék, Vukovár, Vinkovci környéke teljesen kezd elnéptelenedni. Jobban, mint Magyarország. De az a helyzet, hogy a legelnéptelenedőbb országok mind kelet-közép-európai országok, mind a mi régiónkban található országok. Ez egy uniós probléma, amit a balliberális tömb nem mond ki. Hát ha ők kerülnek 22-ben kormányra, még durvább lesz a kivándorlás, mert ők kizárólag brüsszeli érdekeket képviselnek a Fidesszel szemben, ami a saját zsebét is képviseli. De senki nem mondott és nem adott még magyarázatot arra, hogy hát mégis a kivándorlást hogyan lehet megszüntetni. Mégis hogyan lehet Magyarországot újra fejlődő pályára állítani? Hogyan lehet visszaadni az ellopott nemzetgazdaságot Magyarországnak? Mi erről is beszélünk az európai parlamenti választásokra szóló programunkban. Mindenek előtt ahhoz, hogy bármilyen gazdasági fejlődés legyen, a nemzet tudat megerősítésére van szükség. Soha nem hittem abban, hogy erős nemzettudat nélkül bármilyen ország gyarapodni tud. Soha nem hittem abban, hogy erős nemzettudat nélkül egy gazdaság fejlődő pályára tud kerülni. Az írek mutattak a 20. században szép példát abból, amiről most éppen beszélek. Azok az írek, akik valamikor még éhen haltak, és még burgonyát sem találtak, aztán egyszer csak történt egy ír gazdasági csoda. Hogy most éppen a liberalizmus legyűri Írországot, arról most ne beszéljünk. A nemzet tudat megerősítése egy annyira fontos dolog, hogy szinte minden ettől függ, bizony, még a kivándorlás is részben ettől is függhet. Ebben a teremben, ha önökre, hogyha rátok nézek, több olyan honfitársamat is látom, aki ma már itt a Mi Hazánk pártban, politikai közösségünkben politizál, de tudom, hogy hosszú évek után hazatért Angliából, hazatért Írországból, nem azért, mert ott nem keresett sok pénzt. Hazahúzta a magyar szíve. Ezt köszönjük nekik, és megérdemelnek tapsot, mert a kivándorlás részben a nemzettudat erősítésével is lehet korlátozni, vagy akadályozni. A nemzettudat megerősítése az nem egy négy évre szóló projekt, ezért egyetlen egy párt sem szokta felkarolni. Én emlékszem arra, hogy 20 évvel ezelőtt Csurka István, Isten nyugosztalja, azt mondta nekem, hogy az én elképzelésem, a nemzettudat erősítésről szóló elképzelésem az 20 évre szól. De hát a pártoknak 4 éves parlamenti ciklusokban kell gondolkodni. Hát 20 évre ki gondolkodik előre? Hát én. És itt vagyok 20 év után. És vajon, hogyha azt a 20 évet nem vesztegettük volna el, akkor most Magyarország hol lenne, hol tartana? Mert hogy a nemzettudat erősítést azt el kell kezdenünk már gyermekkorban. Gyerektáborokat kellene szervezni egy kormánynak, igenis felelőssége van ebben, mert ma a gyermekeink, és ahogy Dóri ezt az előbb említette, a Mi Hazánk mozgalom elnökségének igen komoly tapasztalatai vannak, hiszen 22 gyermeket nevelünk, ez 3,7 gyermek per fő az elnökségben, tehát ha így áll a Magyarország, akkor nem lenne most miről beszélni. De az a helyzet, hogy látjuk mi is, hogy a gyermekeinket sok esetben az internet, a laptop, a tablet, az okostelefon kezdi nevelni. Látjuk azt, hogy a gyermekek kallódnak sok esetben, mert sem a cserkészet, sem a, hál' Istennek már megszűnt úttörő világ, úttörő mozgalom nem tudja őket csatasorba rendezni. Pedig én bemerem vallani, megrözött antikommunistaként is, hogy nekem szép emlékeim vannak a kisdobos és úttörő gyermekkori emlékeim közül. Nem volt az a mókus őrs annyira rossz. Mit tudtunk mi akkor a nagy politikáról? De volt egy közösség. És hogyha lenne egy ilyen közösség, amely nem kommunista ideológiával, hanem nemzettudat erősítő ideológiával vértezné fel a gyermekeinket, akkor lenne nemzettudat erősítés. De ez nem érdekli a kormányokat. Nem érdekli a Fideszt sem, a balliberális tömb pedig nem is érdekelt ebben, ezt nyíltan ki is szoktam mondani.
Ha megnézzük azt, hogy a gyermekeink nevelése szempontjából milyen rajzfilmek születtek, amelyek egy gyermek számára nemzettudat, identitás, önazonosság erősítő erővel tudhatni, akkor azt látjuk, hogy a mesék Mátyás királyról az 1984-ben készült. Ha az idősebb korosztályokra is gondolunk nemzettudat erősítés szempontjából, akkor azt látjuk, hogy az Egri csillagok az pedig 1968-ban. Az a nagy helyzet, hogy még a kommunista diktatúra is nagyobb hatású nemzeti identitást, tudatot erősítő és formáló produkciókra volt képes, mint az állítólag nemzeti Fidesz kormány 8-9 év alatt. Helyette, ahogy azt már előbb mondta, kaptunk Saul fiát. Bűntudat erősítés helyett mi nemzeti öntudat erősítést szeretnénk. De nem csak erről van szó. Nem csak arról van szó, hogy nemzeti filmekkel, nemzeti rajzfilmekkel, nemzettudat erősítő gyermektáborokkal, közösségalkotással kell a gyermekeinket kőkeményen a nemzeti fejlődés útjára állítani, hanem arról is szó van, hogy az elmúlt 8-9 esztendőben a valóságban semmi, az ég egyet a világon semmi nem történt azzal kapcsolatban, hogy nem csak a nemzettudatunkat igyekeznek eltörölni, hanem az egészséges gondolkodásunkat is szeretnék valamiféle nagyon egészségtelen irányba elterelni. A Mi Hazánk mozgalom nem kér a gendersemleges óvodákból. A Mi Hazánk mozgalom minden homoszexuális és minden szexuális devianciát népszerűsítő csoportot, szervezetet, előadást, fejtágítást ki fog tiltani minden oktatási intézményből, az óvodától az egyetemig. Látjuk, hogyha egészségesen gondolkodunk, hogyha családot szeretnénk, hogyha gyermekeket szeretnénk, hogyha van erős nemzeti öntudatunk, amely itt tart, sőt adott esetben visszahoz minket külföldről Magyarországra, akkor tudunk fejlődni, és a fejlődés elengedhetetlen eleme és része, hogy számban is gyarapodjon a magyarság, hogy a század végére ne 6 millióan legyünk. Ehhez bizony a nemzettudat mellett nemzetgazdaság is kell, ez olyan család támogató politika kell, ehhez bizony olyan tabukat is fel kell vetni, amelyek ma még lehet, hogy nem hoznak szavazatot, sőt lehet, hogy veszítenek szavazatot, de mi a hazánkért vállaltuk ezt a küzdelmet, nem a saját egzisztenciális boldogulásunkért, ezért kimerjük azt is mondani, hogy népesedési helyzetünk esetében nem csak gazdasági kérdések vannak, nem csak nemzettudat merül fel kérdésként, hanem az is, hogy bizony, ha ránézünk a diagramokra, akkor azt látjuk, hogy a 20. században kétszer volt igazán nagy kiugró magyar népesség növekedés a Kárpát-medencében, és egyébként ez nem csak a megcsonkított Magyarországra vonatkozik, például Romániára, tehát Erdélyre, az erdélyi székelyföldi magyarságra is igaz, mégpedig akkor voltak ilyen kiugrások, amikor az agyon liberalizált abortusz kérdését előmerték venni. És bizony, valakinek ki kell mondani Magyarországon is, hogy legalább a magzat szívhangját abban az esetben, hogyha egészséges magzatról van szó, hogyha értelemszerűen normális körülmények között fogant az a gyermek, nemi erőszak vagy más nem kívánt úton, akkor igenis mi felmerjük vetni azt a kérdést, amit Macedóniában már megtettek, vagy most éppen Észak-Makedónia, hogy a magzat szívhangját meg kell hallgatni, mielőtt valaki egy ilyen súlyos döntést, egy magzatgyilkosságot elkövet. Nekünk beszélnünk kell erről is, mert számunkra a magyar nép, hazánk és nemzetünk a legfontosabb. És ha már az előbb említettem a nemzetgazdaságot, akkor ez még egy olyan fontos dolog, amiről igen, sokan beszélnek, de szintén nem történt semmiféle javulás. Az, hogy
egyes oligarchák gazdagodnak, az értelemszerűen nem a nemzetgazdaságot jelenti. A nemzetgazdaság az ott kezdődik, hogy van működő olyan mezőgazdaságunk, amely például nem az olyan földalapú támogatásokra épül, amelyet akkor is kap a gazda, ha nem műveli a földjét. Mi azt mondjuk, hogy ezt a csodálatos kincset, a magyar földet meg kell művelni. És ha már meg kell művelni, akkor ne dél-amerikai mintájú nagybirtokosi rendszerrel akarjuk azt megműveltetni, mert tudják, mit hoz az nekünk, magyaroknak? Lehet, hogy némi adójövedelmet talán. Leginkább oligarchák meggazdagodását fogja jelenteni, cserébe a mi vidéki településeink kapnak majd idegen, de annál olcsóbb munkaerőt. Mert ott a fő szempont az lesz, hogy minél több robotmunkát, minél olcsóbban valaki el tudjon végezni. Ezt látom a mi alföldünkön. Látom, hogy amikor eljutottak oda, hogy a székelyföldi cigány telepekről se jön már senki nyári idény munkára, vagy már nem elég, mert tovább mennek Ausztriát boldogítani, most éppen Ukrajnából hoznak kárpátaljai cigány embereket, aztán majd mennek tovább. Aztán majd lesznek indiai munkások, mint Sopron mellett az egyik tagunk, taktársunk éppen megmutatta nekem, hogy már indiaiak dolgoznak, mert Sopron környékén a magyar emberek elfogytak, a magyar emberek Ausztriába járnak dolgozni. Ha ezen a vonalon megyünk tovább, amit most a Fidesz képvisel, akkor ez vár ránk a jövőben. Még több luxusjacht az Adrián, még több erdélyi cigány, indiai, bangladesi a nyakunkra. A mi mezőgazdasági politikánk nem erről szól. És mindig azzal találkoztam, hogy nem lehet megváltoztatni Magyarországon a mezőgazdaságot, illetően a helyzetet. És azzal is szembesültem, hogy a közmunkaprogram nem jó. Ezt is mindenki elmondja. Elmondja a balliberális tömb, néha elmondja a Fidesz is, hogy ki akarja vezetni az embereket a közmunkából. Én meg egészen más tapasztaltam másodhalmon. Én meg azt tapasztaltam, hogy 50-100 emberrel és egy csipetnyi innovációval elkezdtünk gazdálkodni. Nulla négyzetcentiméternyi önkormányzati földterületünk volt, amikor polgármester lettem. Most 6 hektáron gazdálkodunk úgy, hogy egy fillér támogatást nem kaptunk ehhez, saját erőből csináltunk mindent, egy végtelenségig elszegényedett faluban. Igenis, lehetséges, csak egy pici hit, meg elszántság kell ehhez is. Lehet akár közmunkaprogramot is normális módon működtetni. Csak miközben a Fidesz kormány 100, legjobb esetben 200 milliárd forintot szán évente például a közmunkaprogramra, és kell dolgozni 50 ezer forintokért magyar embereknek, aközben csak a Telekomnak 2014-ben ez a kormány 80 milliárd forint támogatást adott a magyar adófizetők pénzéből. És ez csak egy multi támogatása, hiszen tudjuk, hogy mindegy, hogy Fidesz kormány van, vagy balliberális kormány van, a multik járnak a legjobban Magyarországon, és miközben 100 milliárdokkal támogatják a magyar kormányok a magyar emberek pénzéből ezeket a multikat, aközben 100, legjobb esetben 200 milliárd forint jut a közmunkára. És a közmunkában sok-sok-sok ezer, sok tízezer magyar ember munkájára. Pedig lehetne értékteremtő az a munka. Tisztességes fizetésért, tisztességes koncepció és egy csipetnyi innováció mentén. És meg lehet azt csinálni, hogy ahogy azt társadalomban is látjuk, ott vannak a termények, ott a batáta, ott a burgonya, ott a cékla, ott az uborka. És ha van termény a mezőgazdaságban, akkor már csak az élelmiszeripart hiányoljuk, amit széthortak, elloptak, felszámoltak. Pedig erre is lenne forrás. És erről sem beszél a mi hazánkon kívül senki. Mindig megkérdeztem azt, évek óta járva a vidéket, hogy tudja valaki, akár ebben a teremben, hogy az Európai Uniótól összesen mennyi forrás érkezett Magyarországra felzárkóztatás címén?
Vagy hogy a kohéziós alapból összesen mennyi jutott eddig Magyarországnak? És mire használja fel Magyarország a kohéziós alap milliárdjait? Sok esetben haszontalan beruházásokra, mert rossz a rendszer. Mert rákényszerítik az önkormányzatokat, a polgármestereket arra, hogy óvodát ugyan nem akart felújítani, mert tavaly felújították, de hát ha csak erre van a keretben pénz, nem fogja visszautasítani, mert újra a választásokat akar nyerni, majd újra felújítja azt az óvodát. Vagy lesz még egy szökőkútna, vagy még több térkő. Ahelyett, hogy például a batátánkra élelmiszeripart építene. Én ugye meghirdettem, és saját erőből elkezdtük a batáta chips gyártást, és lásd csodát, az első hónapban, amikor megjelentünk Budapesten a Vajdahunyad vára mellett, az első egy hónapban már komoly profitot tudtunk elérni. Ez a kis picike ásotthalmi közösség. Képzeljük el, hogyha ebben forrás lenne. Ha a kohéziós alapforrásai például arra menne, hogy újra legyen magyar ipar, és nem csak élelmiszer. Lenne versenyképesség. A magyar emberek nem azért vándorolnak ki sok esetben, mert ezerszeres fizetést akarnak, csak tisztességes béreket szeretnének. Ezt is tudjuk, ezermilliószor elmondtunk. A kohéziós alap jelentős részét, ha már felzárkóztatás címén adja Brüsszel, akkor bérfelzárkóztatásra kellene fordítani ezekben az országokban. Semmi másra. Tovább megyek, még a politikát is ki lehetne ebben az esetben hagyni belőle, hiszen tudjuk, hogy a korrupció a másik ok, ami miatt nem jut előre egyik ország sem, mert a politika mindenhol korrupt, nem csak Magyarországon. És nem csak a Fidesz kormány, ugyanúgy korrupt a Fidesz kormány, mint a balliberális kormányok voltak. Mindenki Európában, politikai pártok jelentős része legalábbis el fogja ezeket a forrásokat lopni. A magyar vállalkozónak kell odaadni közvetlenül bérfejlesztésre, és ha több lesz a bér, nem csak a kivándorlás áll meg, hanem akkor lesz adóbevétel, akkor lehet majd az adóbevételből nekünk, a Magyar Országgyűlésnek, a kormányoknak eldönteni, hogy mit akarunk fejleszteni, hol kell óvoda, hol kell bölcsöde, hol kell majd utakat építeni. És ha már arról beszéltem, hogy milyen megoldásokat kínálunk, akkor nagyon fontos megemlítenünk a közbiztonság kérdését, amely összekapcsolódik a cigánybűnözés fogalmával. Azzal a cigánybűnözés fogalmával, amelyet a Jobbik az árulása közepette elfelejtett, mintha az megoldódott volna az elmúlt 8 évben. Mindannyian tudjuk, hogy nem oldódott meg. Sőt, a Fidesz kormány tovább gyarapította ezt a problémát, és még megspékelte, megterhelte Farkas Flóriánnal is. Mert a jelenlegi kormány is ebben érdekelt. Kell az olcsó, virsliért, konzervért megvehető szavazat. A Mi Hazánk mozgalom az egyetlen párt ma Magyarországon, amely parlamenti képviselettel rendelkezik, és kijelenti, hogy soha semmilyen körülmények között nem akar szavazatokat vásárolni. Nekünk az őszinte és a szavazási pillanatban is tudatánál lévő magyar emberek szavazataira van csak szükségünk. A cigány probléma népesedési probléma is. Meg kell fékeznünk azt a népesség robbanást, amely az előbb általam részletesen vázolt dél-ázsiai és afrikai mintát követi. Ehhez felelős családpolitika kell, amely szintén itt szerepel ebben a programfüzetben. Mi kimerjük azt is mondani, hogy nem kell mindenáron integráció, vannak pillanatok, amikor jobb a szegregáció. Mi arról is beszélünk, hogy Magyarország a turizmus fellegvára és vezető ország lehetne ebben az ágazatban, hiszen amikor elmegy valaki nyaralni a gyermekeivel, a családjával, akkor az első a biztonság. Meg kell nézni, hogy mondjuk Szíria esetében a háború ideje alatt mennyivel csökkent a turisztikai bevétel, ami azelőtt egyébként igen magas volt. Magyarország egy biztonságos ország, és hogyha azt a falat szellemileg, kulturálisan és fizikai értelemben is megépítjük, akkor biztonságos ország is maradunk. És akkor a turizmus is egy fejlődő ágazat lesz. Arról kell még szólnom idő hiányában, csak erről, hogy Magyarországon mind a balliberális tömb, mind a Fidesz kiszolgáltatta a magyar embereket ennek a bankrendszernek, és a bankrendszerhez
kapcsolódó csatlósainak, mindenféle végrehajtó maffiának, mindazoknak, akik sarcként az utolsó bőrt is igyekeztek lenyúzni a magyar emberekről. Meg kell tehát állítanunk azt a szabadrablást, amit ez a pénzügyi rendszer Magyarországon végez, amelyről most már sorozatban készítünk videót, készítünk beszámolókat, és tárjuk föl, hogy hogyan vett ebben részt mind a balliberális oldal, mind a Fidesz. És van még egy utoljára egy nagyon fontos kérdés, amiről beszélnem kell, egyszerűen azért, mert egy esztendő múlva a trianoni békediktátum 100. évfordulója lesz. Eltelt 100 év, és mindenki úgy tesz, mintha hasonlóan a cigány problémához, ez a kérdés is megoldódott volna, el is felejtik nagyjából. Pedig semmi nem oldódott meg. Nem, hogy bocsánatot nem kértek, hanem még az akkori ígéretek sem teljesültek. Nincs autonómia, nincs önrendelkezés a Kárpát-medencében magyar honfitársaink milliói számára. A következő évben nagyon fontos lesz, hogy abban az Európai Parlamentben legyen valaki, legyen egy olyan politikai erő, amely kimeri azt mondani, hogy Jean-Claude Juncker, akinek volt pofája azt mondani az Európai Parlament előtt, hogy december 1-e, amikor a románok elrabolták Erdélyt, európai ünnep, hát Junckernek, ha ott lesz, bár hitem szerint már nem lesz ott a mostani EP választás után, az Európai Bizottság akkori vezetőjének ki kell azt is mondani, hogy Trianon viszont európai tragédia. És ehhez mi egy olyan nemzetközi jogászokból álló csoport felállítását kezdeményezzük, amely kidolgozza azt, hogy mit lehet jogi értelemben tenni, hogyan lehet kárpótolni a magyarságot, hiszen minden nap halljuk, hogy más népeket hogyan kárpótolnak. Ki kárpótolja már végre egyszer a magyarokat? És azt is ki kell mondani, hogy bizony nemzetárulás volt az, hogy Romániát, Szlovákiát úgy engedtük az Európai Unió tagjává válni, hogy a kormányaink nemhogy vétót, még csak a szavukat sem emelték fel. A Mi Hazánk mozgalom az Európai Parlamentbe érkezve azt is kimeri mondani, hogy sem Ukrajna, sem Szerbia nem csatlakozhat, meg fogjuk vétózni, meg fogjuk akadályozni a csatlakozásukat az Európai Unióhoz, mindaddig, ameddig nem biztosítják a területükön élő magyarok önrendelkezését. És amit pedig Brüsszelnek üzenünk, az az, hogy mi meg fogjuk kérdezni a magyar embereket népszavazáson arról, hogy egyáltalán akarják-e ezt ebben a formában, így az Európai Uniót, mert mi nem félünk a magyar emberek önálló, szuverén döntésétől. Nekünk ehhez is van bátorságunk. Leporoljuk tehát a trianoni békeszerződést, megteremtjük a korábban ellopott nemzetgazdaságot, meggátoljuk a szabadrablásban a bankokat és a csatlósaikat, és megakadályozzuk Brüsszelt abban, hogy folytassa hazánk gyarmatosítását, mert ez a mi hazánk, fel a győzelemre!